Vendégem Filip Sándor, Vásárosnemény polgármestere. Jó estét kívánok, köszöntöm. Nagy tisztelettel köszöntöm is a televízió nézőit. Polgármester úr, mondhatjuk, hogy Vásárosnemény kiváltságos helyzetben van, turisztikai szempontból mindenképpen, hiszen a Tisza egy óriási adottsága ennek a városnak. Hogyan tudják ezt kihasználni, milyen terveik vannak? Vásárosnemény valamennyi lakója büszke arra, hogy igazi vízi város vagyunk, és élni is kívánunk a természet adta lehetőségeinkkel, hiszen három folyó ölelésében fekszik településünk. Gyakorlatilag gyermekkoromtól kezdve barátaimmal együtt a Tiszán nőttünk föl, és örömteli az, hogy ami 30 évvel ezelőtt működött, gondolok itt a kajakkenu sportra, az egy új lehetőséget kap az élettől, a kajakkenu szövetségtől, hiszen hamarosan Gergely-Gornyai városrészünk, Vásárosnemének egyik szívecsücske, lapátos pihenőhely minősítést kap majd. Köszönhető ez annak, hogy a kajakkenu sportágban óriási változások vannak, és fölfigyeltek arra, hogy mi az, ami a múltban működött, és mi az, amit most újjá lehetne éleszteni. Épp ezért a másfél héttel ezelőtt hétvégén egy nagyon komoly rendezvényre került sor a Tiszaparton, mégpedig az első Vásárosnemény sárkányhajó roadshowra, melyen 22 csapat vett részt, összesen közel 450 versenyzővel, nagyon sok nézővel, strandolóval, és próbáltuk a sportot és a kultúrát vegyíteni, úgyhogy a Nemzeti Lovas Színház is lent volt, és egy nagyon szép műsort adott. 2500-3000 ember látogatott le ezen a napon Gergely-Gornyára, és ilyenkor a kultúra mellett valóban a sportnak volt a kiemelt szerepe. Lent voltak olyan neves sportági szakemberek, mint Ugi Imre, Patyi Melinda, akik nevek ebben a sportágban, és nagyon sok fiatalt ismertettek meg a kajakkenu sportággal, megnézhették magát a kajakkenut, de emellett nagyon látványos versenyre is került sor, hiszen a folyóvízen a sárkányhajó verseny az mindig más jellegű, mint egy tavon, mind a kettő csodálatos, de a folyóvíz az ugye olyan, mint a medve, tehát nem játék, nagyon kell figyelni a szabályokra, azok pontos betartására, ugyanakkor ennek a versenynek óriási csapatépítő ereje is volt, már ezen a héten is jelezték nekem, hogy ugye jövőre is lesz ilyen rendezvényünk, polgármester úr. Ilyen lesz, azon lesz. Ezeknek az elképzeléseknek a mentén milyen fejlesztésekre lesz szükség, vagy mi az, ami már elindult? Így van, Barát Etele elnök úrral, a Kajakkenu Szövetséggel, konzorciumban és több településsel, Tisza mentén településsel együtt, Vásárosnemény is benne van abban a fejlesztési programban, amely a lapátos pihenőhely kialakítása, illetve a kajakkenu sporták fejlesztésében szerepel. A Gergely-Gornyai strandon, a Tiszaparton szeretnénk egy olyan kajakkenu bázist kiépíteni, melyhez közel 70 millió forintot biztosít a Kajakkenu Szövetség pályázati keretből, amely lehetővé teszi ezen sportágnak a infrastruktúrális háttérnek a felépítését is, és beépítjük az iskolai rendszerünkbe, a tantervünkbe a kajakkenu oktatást, mint a testnevelés szerves részét. A munka elindult, egy fiatal testnevelünk, Németh Béla tanár úr Tiszaújvárosban már részt vett egy képzésen, illetve egy Gergely-Gornyai kis csapat épp a múlt héten 40 gyerekkel, Hornyák Mihály tanár úr, Temesév a tanárnő és Németh Béla tanár úr együttesen már részt vettek egy edzőtáboron is, ahol ismerkedtek a kajakkenunak az alapjaival, ezen a csodálatos sportágnak az alapjaival. Nem lehet megkerülni a kérdést, hiszen mindehhez alap a Tiszának a megfelelő vízminősége. Az elmúlt hetekben, napokban elég riasztó hírek keltek életre. Mi ennek a valóság alapja valóban? Ömlik szennyvíz a Tiszába? Az, hogy a Tiszába valamilyen szinten kerül olyan víz, ami bizonyos összetevők alapján a határértéken túl van, ez előfordulhat, de azt is látni kell, hogy nem ez a jellemző. Tehát nem ömlik a szennyvíz a Tiszába, kerül valóban olyan víz, amely tisztítva kerül ki a szennyvíztelepről. Ezt magam is megtapasztaltam, és személyesen is lementem a múlt hét pénteken is, már nem az első alkalommal, és meggyőződhetem arról, hogy a hivatalos mérési pontokon, ahonnan vízmintát lehet és kell venni, ott a vízminősége megfelelő, a határértékeken belüli, ugyanakkor, amikor ez a víz tisztított állapotban kikerül a Rudenési csatornába, valószínűséggel ott keveredhet össze olyan anyaggal, ami a határértéken egy-két esetben túllépheti, és innen indult meg a találgatás és az a feltételezés, hogy ömlik a víz a Tiszába. Én megmondom őszintén itt négy szem között is, hogy azért van ennek egyfajta politikai háttere is, hiszen a minap láthattuk, hogy ömlik a szennyvíz a Dunába is. Sajnos ez a jéghegy csúcsa, én hiszem azt, hogy Vásárosnemény esetében
a politikai törekvések és a józanész helyre billenti a rendszereket. Vásárosnaményben is pályázott két szennyvíztisztító telep megépítésére. Mindkét szennyvíztisztító telepnek a előkészítése, a terv dokumentációi készen állnak, és az egyik a Gergely-Ugornyai szennyvíztisztító telep, illetve a Jánd teljes szennyvízhálózata, az sikeresen halad, ez a pályázat a közbeszerzések előtt áll. Ugyanakkor a kehopos pályázatokból valamilyen oknál fogva kikerült ez a szennyvíztisztító telep, amelyről az imént beszéltem. Reményeim szerint, ha forrás lesz rá, ez vissza fog kerülni a rendszerbe. Itt 1 milliárdos projektről van szó. Ez azt jelenti, hogy egy kisváros, egy olyan kisváros, mint Vásárosnamény, hiába nem csak a saját szennyvízét szállítja be oda, hanem 8 települését még, akkor sem képes egy ilyen rendszert fölépíteni. Épp ezért mi rendszeresen pályázunk, 2009 óta folyamatosan figyelünk erre a rendszerre, ugyanakkor a szolgáltató, a TRV is mindent megtesz azért, hogy a szennyvíztisztítás minősége elérje a megfelelő szintet. A katasztrófavédelem is a helyzet magaslatánál, én úgy látom, hogy egy nagyon komoly összefogás indult meg a negatív hír kapcsán, és bízom abban, hogy ez megállítja azt a negatív tendenciát, ami sajnos a turizmusra és az itt élő emberek minden napjaira negatív hatással volt. Tehát én bátran hívok mindenkit Gergely-Ugornyára. Már csak azért is, mert ahol elviekben ez a beömlés van, az Gergely-Ugornyától a folyás irányban lefelé 5 kilométerre van, tehát a Tisza folyásának megváltoztatását még egy polgármester sem képes megoldani. Van azonban egyéb beruházás Vásárosnaményban, ami nem húzódik ennyit, mint a szennyvíztisztító beruházása. Mondhatjuk, hogy ez egy sikertörténet az Ittespárnak. Így van, már nem így indult. Tehát megmondom őszintén, hogy 2010-ben, amikor polgármester lettem, bejelentették, hogy Ittespár faipari Kft. Bezár. Nem öröm ez egy kezdő polgármesternek, hiszen 60-90 millió forint nagyságrendű az az adóbevétel, amelytől ekkor elestünk. Majd jött a nem más, beszélve a munkaerőről. Nem beszélve arról a 200 főről, akik akkor dolgoztak a gyárban, illetve a beszállítókról, hiszen családok mindennapjait borította föl a gyárnak a bezárása, illetve annak a híre, már a híre is, aztán mikor valóban bezárt, akkor tényleg nagyon sokan kétségbe estek. Ugyanakkor 2014-ben a választások után olyan hír röppent föl, hogy az Ittespár faipari Kft. Új lehetőségeket lát, és épp ezért elkezdődött egy 30 milliárdos beruházás, amely a végén jár, annyira a végén, hogy szeptemberben a gyár hivatalos átadására is sor kerül. Jelenleg mintegy 110 fő dolgozik a gyárban, a 60-70% a korábbi szakembergárda, tehát azok, akik korábban már ismerkedtek és tudták ennek a gyárnak a fortjait, de egy teljesen új gépsor, egy egészen más gépsor, tehát mindent újra kellett azért tanulniuk, bár az alapanyag az nem változott. Ami nagyon fontos, hogy ebből a 110 főből a 30-40% olyan fiatal, egyetemet, főiskolát végzett, több nyelvet beszélő, beregi fiatal, vásárosnaményi fiatal, akiknek nem kellett elutazni Győrbe, nem kellett elmenniük az országból, hanem itt kapják meg azt a lehetőséget, hogy az adatfeldolgozó után, ahol szintén 300 fiatal dolgozik, itt is ez a 30-40 fiatal munkaerő megtalálhatja a számítását, számíthat a jövőjére, kiszámítható lesz a bére, a fizetése, a keresete, ezáltal családot alapíthat, és itt maradhat a bereg szívében Vásárosnaményban. Mennyire vállalkozó barát közeg Vásárosnamény? Azt látom, mint önkormányzat, hogy valami az elmúlt másfél-két esztendőben elindult, nincs olyan is kiadó üzlethelyiségünk, egyetlen egyet hirdettünk meg, már egy volt a talomban, és már arra is van jelentkezünk. Tehát valami elmozdult, az embereknél egy kicsikét több a pénz, mint eddig volt. Működik egy forrásvállalkozói klubunk, akikkel minden hónapban egy alkalommal leülünk, az önkormányzat jegyzője, polgármestere és a járáshivatal vezetője, és átbeszéljük az élet nagy dolgait, hogyan látják ők a kilátásaikat, milyen fejlesztési lehetőségeket látunk, és ezekre a rendezvényekre mindig meghívunk valakit, megyei szakembert, esetleg országosan is jegyzett szakembereket, akik pályázati lehetőségekről és egyéb kitűrési pontokról adnak nekünk tájékoztatást. Azt gondolom, mindezek alapján Vásárosnamény egy élhető város, és talán ez a legjobb jelző. Így van, igyekszünk azon lenni, hogy a turisztikai értékeinket kihasználva a kultúra és a kulturális rendezvények terén is elmozdulunk. Így mindenkit nagyon nagy tisztelettel várunk 18-án a Cantemus Fesztivál keretében Vásárosnaményben is, ahol 3 koncertre is sor kerül majd leánykórus, gyermekkórus és a Vásárosnaményi Liszt Ferenc vegyes kar, tehát budapesti, nyíregyházi és Vásárosnaményi fellépőkkel. Majd a reklám nélkül és elmondanám, hogy 21-én pedig egy olyan csodára kerül sor, ami manapság nem igen
életszerű, ugyanis egy új templom épült Vásárosnaminban, egy görög templom, és ezután is meghívom a Kölcsei Televízió szerkesztőit is, és minél többen örüljenek annak, hogy egy kis városban egy közösség egy új templomot hozott létre, egy csodálatos kis gyöngyszeme, egy ékszere lesz a városnak az új templom. És ezen a napon este pedig egy olyan előadásra kerül sor, amelyre már nagyon sokan várnak, Új Tritkó látogat majd városunkba. Polgármester úr, köszönöm, hogy vendégünk volt ma itt a stúdióban. Köszönöm szépen is a lehetőséget.